Nem kezdte jól a mérkőzést a hibátlan idei mérleggel érkező nyíregyházi csapat, az első negyed derekán már 9 ponttal vezetett a házigazda, végül az első szünetig 2 pontra felzárkóztak a cápák. A második 10 perc is a hazaiaké volt, az Ivosevics Szura által vezérelt TF szépen építgette előnyét, a nagy szünetben már 13 ponttal vezettek a fővárosiak. A harmadik negyed döntetlennél zárult, és az utolsó játékrészben hiába próbáltak meg mindent a vendégek, 6 pontnál közelebb nem jutottak ellenfelükhöz, így a tehetséges fiatalok állították meg a kékcápák idei menetelését. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés elejét rontottuk el, talán egy picit elkényelmesedtünk ebben a 2 hétben. Említettem többször is, hogy én nem szeretem ezeket a kihagyásokat, nagyon jó ritmusunk volt, és a 2 hét egy picit a tét nélküliség talán elaltatta a srácokat, és nem úgy kezdtük el a találkozót, ahogyan kellett volna. Utána pedig a második félidőben már hiába kapartunk, nem tudtuk megfordítani a mérkőzést. Akkora már a TF lendületbe jött, és úgy gondolom, hogy nagyon nehéz volt megállítani őket. Azt hiszem, hogy csak magunkat okolhatjuk ezért a vereségért. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Ese Mavc 56-85, Nagykőrös Sargó Tarján 78-69, Vasas Akadémia MTK Elit Basket 78-67, Budapesti Honvéd Meavc Miskolc 89-62, Veszprém PVSK 86-67 és Baja Budafok 104-83. A tabella élén a Mavc áll 17 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Nyíregyházát. A harmadik Budafok 14 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Az alapszakaszból még 5 forduló van hátra. Nem szabad többet kikapnunk, hogyha az alapszakaszban elsők akarunk lenni, és ebben nem jelentett sokat ez a mérkőzés, de azt mindenképpen, hogy több hibázása nincsen lehetőségünk, tehát megint ellőttük azt az opciót, hogy esetleg valahol, valamikor hibázhassunk, ez volt. Most már nem szabad többet ezt megtennünk, ahhoz pedig, hogyha bajnokságot akarunk nyerni, a Mavcot idegenben egyszer mindenképpen meg kell verni. Mindegy, hogy mikor, de valamikor meg kell vernünk, mindazon mellett, hogy a hazai mérkőzéseket természetesen nyerni kell. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb vasárnap lép pályára. Akkor a sereghajtó nagykőröst fogadják a kékcápák a Continental Arénában.